reggelt kívánok, üdvözöllek titeket ebben a heti vlogban. Nem egyedül vagyok most jelenleg, hanem itt van velem a pici Oli. Ups, éppen pisil, ez kicsit kellemetlen. Oli! Ő egy pici kis kutyuska, akire éppen vigyázunk. És egy Oscar, ami a legnagyobb álmom volt. Az OG nézők tudják, hogy amióta kutyákra vigyázunk, arra vártam, hogy egyszer kapjuk egy Oscart. És van egy kicsi kis pamagy úszkárunk, és soha többet nem fogom visszaadni. Ő most már az enyém. Hétfő reggel van, és egy elég izgalmas hetem lesz. Ha gondoltam, hogy magammal viszlek titeket. Ma reggel megyek a Soho House-ba, ott szoktam így laptopozni, meg ilyesmi. És egy barátnőmmel találkozom. Most úton vagyunk oda Olival. Na, update-elek titeket, hogy éppen nézi. Egy gyönyörű őszi hétfő van. Értem, egy pár órán keresztül dolgoztunk, utána elmentünk egy vietnámiba, amit full elfelejtettem levideózni, de ezt ettük. Imádom a vietnámi kaját, erről szerintem már beszéltem, mert ez már egy éve tart ez a szenvedély nagyjából, amióta kiköltöztem Berlinbe. Viszont pár update-elni való dolgom, az egyik és legfontosabb, hogy kaptam a barátomtól egy gyűrűt, melyik lehet az ezek közül. A legfontosabb, mert ez nem akármilyen gyűrű. Just kidding, nem. Ez egy Oura Ring. Itt ez az ujjam lesz az. Ez egy okos gyűrű. Így néz ki. Ez a harmadik generáció. Azon belül a Horizon modell. Már nagyon-nagyon régóta szemezek ezzel az okos gyűrűvel, ugyanis én nekem nagyon nem tetszenek az okos órák. Soha egy másodpercig nem is gondolkoztam el rajtuk. Amikor meghallottam, hogy létezik ugyanez a koncepció, csak egy gyűrű formában, ami ráadásul szerintem, én aki ezüstöt hordok, egyébként van aranyban is, rose goldban is, stb. Szerintem nagyon tökéletesen beleillik az összes többi gyűrűmhöz. Ez egyszerűen tökéletes, nem zavar, tudok benne aludni, egyébként lehet benne zuhanyozni is, de én azért zuhanyzáshoz leveszem, kézmosáshoz is, vízálló abszolút, sőt, még úszni is lehet benne, olyannyira vízálló. Két napja használom ezt a gyűrűt, szóval nincs még túl sok tapasztalatom vele, annyi a negatívuma, hogy nem egy olcsó mulatság, ezt egyébként mi használtam vettük, vagyis hát a márk nekem használtam vette. Eredeti ára azt hiszem 330 euró, kb. Fele annyi volt, és még egy hátrány, hogy az applikációnak is van egy havi költsége, ami egy 5,99 euró, szóval egy ilyen 2000 forint havonta. Viszont iszonyatosan izgalmas, megmutatom, hogy miket tud. Még mondom, még nem tudok annyira sok infót adni, mert az első két hét az nagyjából adatgyűjtésről szól, szóval a gyűrűm összegyűjt minden infót rólam, és utána egyre jobban fogja tudni, hogy mizu velem. Számolja nyilván a lépéseimet, hogyha valami sportolok, vagy valami aktivitást csinálok, akkor utána szól, hogy érzékeltem ezt az aktivitást, jól tudom, hogy te sétáltál, és akkor beírom, hogy igen, tudja, hogy pontosan mettől meddig mentem, hány lépés volt, mennyi kalóriát égettem, mit csináltam, stb. Az éjszakákat nagyon-nagyon pontosan meg tudja mérni, pontosan az, hogy tudja azt, hogy hány percbe tellett nekem elaludni. Szóval amikor már az ember az ágyban fekszik, hány percbe tellett elaludni. Ébredtem háromszor tegnap éjszaka. Én soha nem szoktam felébredni, de valószínű egy olyan állapotba kerültem, hogy kb. Felébredtem, csak nem emlékszem rá. Azt, ez nagyon érdekes. Természetesen mutatja ugye a szívverésemet is, és reggelente ad egy readiness score-t, ami azt jelenti, hogy aznap reggel a te tested adatai alapján, meg a tegnapi napod alapján, az alvásod alapján mennyire állsz készen a napra. És én azért voltam emiatt iszonyú kíváncsi, mert én nagyon olyan típus vagyok, hogy lehet, hogy mindenki ilyen típus, hogy van, hogy felkelek, és iszonyú motivált, iszonyú aktív vagyok, és tényleg végig tolom az egész napot, és nagyon sok mindent csinálok, stb. És egyszerűen vannak olyan napok, amikor így ki kell mi az ágyból is egy nehézség, és semmihez nincs kedvem, semmihez nem vagyok motivált, legszívesebben egész nap csak ülnék és néznék ki a fejemből. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a readiness score-t mennyire befolyásolja, mert ma csak 64%-ot kaptam, ami iszonyú kevés. Pedig 8 órát aludtam, nem igazán értem, hogy miért,
De valóban nem úgy keltem, hogy fú, de motivált vagyok, viszont mivel ugye találkoztam a barátnőmmel, ezért muszáj volt. Szóval valószínű, ha itthon ültem volna, akkor ez megint csak egy negatívabb nap lett volna, de mivel ugye kilettem rángatva, ezért kötelező volt viszonylag jól teljesítenem, meg hát most mindjárt kiderül, hogy a nap további része hogy lesz. De a tegnapi nap 83%-ot kaptam, és sokkal jobb volt a kedvem, valóban. Ez az Oura Ring sztorim, mondom, még csak 2 napja van meg, szóval, hogyha érdekeltiteket, akkor egy 2-3 héten belül tudok majd róla újból beszélni, amikor már sokkal több adatom lesz, és a gyűrűnek is több adata lesz róla. Ez egyébként teljesen úgy hangzott, mint egy óriási reklám, de egyáltalán nem, csak iszonyú izgatott vagyok a gyűrű miatt, és be akartam veletek osztani. Ez a legjobb érzés a világon, ezért szeretnék nagyon egy kutyát, hogy amikor sorozatozunk, akkor ide tőljön a lábamra. Most azért én kis nedves a szőre, mert kapott egy zuhanyt, és samponnal is megmostuk a szőrét, meg kifésültük, kapott egy ilyen fogkefés rágókát, és tiszta kisbaba. Közben szégyen, nem szégyen, megy a nyerőpáros. Jó reggelt kívánok! Csodálatos readiness score-ral indítottam a napomat, ezt nézzétek, ez úgy érzem, hogy egy kis flexelést, ez megértem el. 90%-os readiness score, ez eddig rekord, és egyébként tényleg tök jól is érzem magam a bőrömben. Ne nézzetek hátra, óriási kupi van a konyhában, ezt mindjárt rendeznem is kell, meg megetetem a kutyát, stb. Azért nagyon különleges ez a nap, de erről majd részletesebben beszélek nem sokára, de hogy ez az utolsó napom, ez a keddi nap, egy jó ideig, ahol nem kell főmunkaidőben dolgoznom valahol. Ki kell maximálnom ezt az utolsó napot, hogy még minél több egyéb munkámat meg tudjam csinálni, meg egy videót is fel kell venni. Mindegy. 90%-os readiness score-om van, szóval mikor, ha nem ma, kezdjük is el. Hogy elmesélem. Azt, hogy miről is van szó, az a helyzet... Ne! Szóval az a helyzet, hogy egyre jobban lelkiismeret furdalásom van nyilván amiatt, hogy az önéletrajzomban még nincsen elég munkatapasztalat, és tisztában vagyok vele, hogy több lábon kell állni. Iszonyatosan hálás vagyok, hogy ezt a tartalomgyártást, YouTube, TikTok, Instagramot most jelenleg a munkámnak nevezhetem, de ugye az ember soha nem tudja, hogy ez meddig tart, és mindenképpen szerettem volna munkatapasztalatot szerezni, és úgy voltam vele, hogy hol máshol, hogyha nem Németországban, ahol meg is fizetnek érte. What a crazy concept! És azért elkezdtem jelentkezéseket leadni, most egy gyakornoki pozícióra jelentkeztem. Teljes munkaidős tapasztalatom még egyáltalán nincs, ezért úgy voltam vele, hogy hát akkor kezdjük egy gyakornoki pozícióval, és az a helyzet, hogy felvettek egyre. Social Media Manager leszek egy cégnél itt Németországban, 40 órában, meg nem egyedül. Szóval lesznek mások is, akikkel össze tudok dolgozni, ami meg tök jó, mert még soha életemben nem dolgoztam másokkal össze, mindig a saját uram, most saját magam ura voltam. Ez egy 2 nő által kitalált berlini ruhamárka. Egyszer áldás is átok az, hogy én akkor és úgy végezhetem a munkám, amikor csak akarom, és iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy én hogy fogok teljesíteni jóval szigorúbb keretek között. Be kell menni az irodába minden egyes nap, még home office sincsen. De ja, egyébként izgatott is vagyok, szóval ez most tökre negatívan hangzik így, egyáltalán nem az, mert izgatott is vagyok, csak nem tudom, hogy más is érez általában így egy új munka kezdeténél, hogy kicsit ilyen, mikor fog kiderülni, hogy én igazából egy csaló vagyok, aki csak eljátszotta végig, hogy ért ahhoz a dologhoz, amihez felvették. És ilyen érzésem van közben, pedig szerintem tényleg értek hozzá, de mégis olyan érzésem van, hogy ki fog derülni, hogy igazából nem. Minden rendben lesz. És tudom azt, hogy ez mindenképpen egy óriási élettapasztalat lesz, és gondoltam, meg szeretném örökíteni így az első fél hetemet, hogy velem tartsatok, mert magamnak is meg szeretném örökíteni, meg szerintem ez akár másoknak is egy tök érdekes szemszög lehet, hogy milyen elkezdeni egy új munkahelyet. A szorongásom az ilyen all-time high jelenleg, de mindegy. Szóval most este van már, és el szeretnék kezdeni készülődni lelkileg, de fizikailag is, természetesen hajat mosni,
és kikészíteni a holnapi ruháimat, ami nem lesz más, mint gondoltam, hogy állítsuk össze az outfitemet holnapra. Mindenképpen fel szeretném venni ezt a kabátom, mert ezt ki tudja, hogy meddig fogom tudni felvenni. Jó, egy. Még nem nagyon tudom, hogy a többiek egyébként hogy szoktak bejárni, ezért most csak így indítsunk egy vagabond lóferrel. Fekete harisnya. Egyébként 17 fokot mond holnapra, szóval ezért ez egy viszonylag lazább szett. Ezt a kb. Térdig érő rakott szoknyát gondoltam. És azért választottam egy piros felsőt, ez egy piros ilyen streetvanos felső. Ugyanis piros a logója a cégnek. Szerintem ehhez fogom felvenni a kabit. Szóval ja, én elteszem magam holnapra, vagyis igazából nem, mert még egy csomó mindent kell csinálnom, de ti már ma nem fogtok engem látni, és akkor utána gyertek el velem holnap életem első munkanapjára. Nos, másnap van, és nem tudom, a klippekből levágós volt-e, de nem voltam dolgozni, ugyanis lebetegedett a marketinges lány, akinek én tulajdonképpen a segítője leszek, és őszintén szólva nagyon-nagyon-nagyon kellett ez a plusz extra nap, amikor ezt tegnap este megtudtam. Nyilván nagyon sajnáltam, hogy beteg és jobbulást kívántam neki meg ilyenek, de ugráltam örömben konkrétan, mivel az utóbbi két napot azzal töltöttem, hogy munkaügyileg behozzam magam, és mindent megcsináljak, és tegnap éjfélig videóztam például, és még utána kellett volna nekiállnom hajat most, és a többi hullafáradt lettem volna, és azért ezt a mai napot tényleg kizárólag arra szántam, hogy magamat rendbe szedjem. Viszont közben átvettem egy túlbuktugó csomagot, ami ugye egy másik videóban is beszéltem róla, ez olyan, mint otthon a muncs, hogy olyan ételek, amik lejárat szélén vannak, azokat meg lehet menteni, és én függője lettem ennek az oldalnak, szóval bevásárlás helyett meg szoktam nézni, hogy van-e a közelben egy csomag, és két dolog miatt is nagyon szeretem, sőt három. Egy, baromi olcsó, szóval ez az egész csomag, ez azt hiszem 6,90 volt, plusz egy tök jó sétálási opció, ugyanis ezt a reggeli közös kutyás sétánál találtam ezt az opciót, és sokkal jobban szeretek célirányosan sétálni, mint csak úgy flangálni, és emiatt általában többet is sétálok, mint hogyha csak úgy köröket tennék a környékem. Hiszem ez a csomag egy 15-20 perc sétára volt tőlem, és ezért volt reggel egy 40 perces sétám, ami tök jól elindította a napomat. A harmadik, sőt négy velünk, a harmadik nyilván az, hogy nem a kukába megy a kaja, utálok ételt pazarolni, én tényleg az a típus vagyok, ami hogy a romlás szélén van valami, akkor is inkább megeszem és imádkozom, hogy ne legyen baj. Negyedik meg a meglepetés faktor, ami egyszerűen annyira izgalmas. Nézzük meg, hogy mit rejt ez a csomag, már rögtön kiszúrtam, hogy van először is három darab szívsalátánk, nagyon jó. Akkor, júj, az egyik sajnos szétnyomódott, de mini paradicsom. Ez egy patlizsán, amit szintén nagyon szeretek. Van itt azt a rohadt, ennek a márka szerintem nagyon fog örülni, ez ilyen prémium burger hús. Málna, úristen, 125 g friss málna. Ó, darált hús. Lilahagyma. Még egy lilahagyma? Jól érzem, akkor igen, egy nagy adag krumpli. Jó, összességében azt mondom, hogy ez egy elég jó deal, én legjobban szerintem a málnának örülök, de ja, hát ezt 6,90-ért ezt mind biztos, hogy nem tudtam volna bevásárolni magamnak. Ugyanott vagyunk, mint tegnap, hogy izgulok a holnap miatt, és holnap már tényleg az első napom kezdődik. Júj. Jó reggelt kívánok, már hétvége van, és nem videóztam semmit, sem munkából, sem munkára való előkészületekből. Mindjárt mesélek róla, viszont először vegyük be a vitaminjaimat. Gondoltam erről mesélek, mert kb. Egy hete elkezdtem rendszeresen vitaminokat szedni. Ugyanis láttam egy TikTokot, ez már rég rosszul kezdődik, de láttam egy TikTokot arról, hogy ADHD-soknak milyen vitaminokat érdemes szedni. És ugye én nem vagyok diagnosztizálva, de ilyen 90%-ig biztos vagyok, hogy ilyen problémáim vannak. Ha pedig nem ADHD, akkor valamilyen fókusz probléma, így és úgy is ártani nem árt. A D-vitamint javasolták, ez egy K-komplex plusz D3 vitamin, ilyen cseppes cuccli. És amit még ajánlottak, az a magnézium bisglicinát, amit még szedek, de ezt azért igazából, mert a Mark szedi, és gondoltam, hogy adjuk hozzá, az egy grapefruit mag kapszula. Szóval, ó, Isten, de hullán nézek ki, miért nézek ki ennyire
fáradtam. Most el fogok menni reggel edzeni, de előtte gondoltam, hogy mesélek. Ugye eddig 2 napot voltam dolgozni, és az a helyzet, hogy sokkal jobb, mint amire számítottam. Szóval az előző munkahelyem, amit pontosan 1 évet csináltam, az volt az utóbbi olyan, amilyen fix volt, ahol be kellett járni, amit szintén itt Berlinben csináltam. Utáltam, és szerintem ez annyira traumatizált az az élmény, hogy attól rettegtem, hogy minden más munka ugyanúgy borzasztó lesz. És az ráadásul csak 20 óra volt, ez már 40, de eddig, őszintén szólva, nagyon-nagyon tetszett. Ugyanis social médiás vagyok, ugyanazt csinálom, mint amit alapból is, ezért nekem nagyon természetesen jön, és tökre örültem, hogy már rögtön a második napomon rám bíztak egy fotózást, egy pár karácsonyi terméket kellett lefotózni, és még ilyen Reels TikTok tartalmakat is készíteni videó formátumban. Teljesen egyedül csináltam, és nem tudom, nagyon örülök, hogy itt tényleg, mivel annyira kevesen vagyunk, egy pici startup, ezért tényleg hasznos dolgokat tudsz csinálni, még akkor is, hogyha egy nagyon alacsony kis gyakornoki pozícióban vagy. Eddig tök jó, nagyon cuki mindenki, kaptam egy ilyen kis welcome kis ajándékcsomagot, az iroda nagyon menő, és nem tudom, jövő héten lesz egy event, amire készülni kell, szóval az egész eddig nagyon-nagyon-nagyon izgi. Elmegyek szerintem a gymbe, aztán találkozom egy barátommal ebédre, szóval tartsatok velem a mai nap is. Beköszöntött igazán az ősz. Tegnap éjszaka kellett az órát átállítanunk, és borzalmasan rossz az idő is. Tegnap gyönyörű szép idő volt, még kint tudtunk ülni a napon, és most 1 órával kevesebb lett, és szürke lett az idő, és már besötétedett, és 5 óra van, és olyan, mintha éjszaka lenne. És aki ismer, azt tudja, hogy ez a legutáltabb időszaka nekem az évben. Utálom a telet, nagyon utálom, befordulok, nem akarok semmit csinálni, nem akarok senkivel találkozni. Szóval kezdődik a szezonális depresszió időszaka, és holnap kezdődik újra egy hét, amit lehet, hogy megint dokumentálni fogok, meglátjuk, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Van egy Instagram és egy TikTokom is, nagyon megköszönném, hogyha ott is bekövetnétek, és találkozunk a következőben.